Amikor két ember tesz egymásnak egy ígéretet, hogy együtt fogják leélni az életüket, akkor ez valójában hitalapú döntés. Teljesen mindegy, hogy egy anyakönyvvezető, egy pap, egy lelkész, egy rabbi előtt mondják el, valójában két ember egymásnak tesz egy darab ígéretet, és az ökumenikus egyház tulajdonképpen abban igyekszik segíteni, hogy ezt az ígéretet, ennek a pillanatát megfelelően meg tudják élni az emberek. Statisztika, hogy a társadalom 95%-a nem aktív vallásgyakorló. Az egyházak többsége olyan szertartásokat tart, ami elsősorban véleményem szerint azoknak szól, akik tudják, hogy mit jelent az a mondat, amit kimondanak akkor, amikor bemennek a templomba. Mindegy, hogy melyik felekezetről beszélünk. Az én dolgom, vagy a mi dolgunk, az ennek a 95%-nak a támogatása. Aki érzi, hogy szüksége lenne egy kapaszkodóra, érzi azt, hogy kellene valamiféle megerősítés arra, hogy az ő hite az elég ahhoz, hogy egy életre szóló ígéretet tudjanak tenni, ők szoktak eljönni hozzám, és ők szokták megkérdezni, hogy kell-e, hogy mind a ketten megkeresztelve legyenek. Kell-e, hogy azonos felekezethez tartozzanak. A jó ír, hogy nem kell. A Jóisten ennél sokkal nagyvonalúbb. Hiszen ha két ember egymásnak tesz egy ígéretet, akkor az éppen elég ahhoz, hogy a kettejük hite az kitartson egy életre. Az ökumenikus egyház a nevéből adódóan éppen ezért igyekszik hidat építeni a felekezetek közé, tehát olyan típusú teológiai vitában nem megyünk bele, amiket egyébként évszázadok óta vívnak egymással az egyes egyházak, mert hogy az alapige az az, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott leszek közöttetek én is, ez teljesen mindegy, hol vagyunk, ez meg fog történni. Ahol a szeretet nevében gyűlnek össze az emberek, ott a szeretet forrása meg fog jelenni Krisztuson keresztül. Másrésztről pedig nagyon sok pár érkezik úgy hozzám, hogy látszik rajtuk, hogy az egész egyházi szertartással szemben van egy pici félelmük. Nem tudják, hogy kell viselkedni egy templomban. Nem tudják, hogy mikor kell letérdelni, felállni, mire, mikor, mit kell válaszolni. És ez rég rossz, ha úgy megyünk be egy templomba, hogy feszültek vagyunk, amikor oda bemegyünk. Hát oda azért megyünk be, hogy megnyugodjunk. Azért megyünk be, hogy feloldódjunk, hogy egy kicsit a külvilág feszültségét elengedhessük. Annak a típusú szertartásnak, amit az ökumenikus egyházban csinálunk, pont az a feladata, pont az a lényege, hogy két ember maga mögött hagyja a világot, fölmenjen idézélesen egy hegy tetejére, ha más nem, akkor az ovba, és itt egy picit el tudja engedni a hétköznapokat, és egymásra tudjanak figyelni. Meggyőződésem az, hogy a normatív válságok, amik egy párkapcsolatban jönnek, mert ezek jönni fognak, ezek úgy túlélhetők, és úgy lehet föléjük emelkedni, hogy az embernek vannak bizonyos élethelyzetek az életében, amihez mindig vissza tud térni. Amire mindig úgy tud gondolni, hogy itt azért én éreztem valamit, ami sokkal több, mint az a probléma, amiben most benne vagyok. És meggyőződésem, hogy a házasságkötés az egy ilyen életpillanat lehet. Egy olyan mérföldkő, amihez mindig vissza lehet ugrani fejben. Mindig azt lehet mondani, hogy oké, de valamiért csak elvettem őt feleségül, valamiért csak hozzámentem. Tehát ezt az életpillanatot kell tudni jól engedni a pároknak megélni. És a rohanó világ az ebben egyáltalán nem segít, sőt, nagyon akadályoz. Láttam az elmúlt 20 évben olyan mennyasszonyt, hogy gyakorlatilag az autó az csak lassított, úgy lökték ki belőle, hogy az oltárhoz oda sétáljon. Nyilvánvalóan ezen nem fog tudni változtatni, mert megy a verkli, mert a napnak mennie kell, meg majd reggel 7-től jön a sminkes, meg a fodrász, meg a jó állaruha, meg nem tudom, hogy hol a csokor, ezt nem tudom megváltoztatni. De azt, hogy onnantól, hogy megérkezik a szertartásra, mi történik vele, azt igen. És onnantól kezdve el kell engednie valahogy azt a világot, amiből megérkezett, és tudnia kell átlényegülni a szertartásra. Ez a dolga egy eskettőnek. És még egyszer mondom, majdnem mindegy, hogy ez egy anyakönyvvezető, egy pap vagy egy lelkész. A feladat ugyanaz, hogy segítsünk a pároknak az ígéret megtételét megélni, és egy mérföldkövet engedni nekik az életükben. Az ökumenikus szertartás az olyan, mintha a legszebb esküvős film jelenetének a közepén állnál, és te lennél a mennyasszony vagy a vőlegény. Fogjátok egymás kezét, egymás szemébe néztek, és kimondjátok az ígéretet, hogy együtt fogjátok leélni az életeteket. És ez az az élmény, ami a magja, a lényege ennek a szertartásnak. Nyilván megtörténik, mint minden szertartáson, a várakozásnak a feszültség az elején, aztán pedig a csók után érzett nagy felszabadulás, de a lényeg és a legfontosabb, hogy fel fogjátok ismerni a másikban azt az embert a szertartás közepén, akivel leélitek az életeteket.